Hogy a tékozló fiú példabeszédét jobban megértsük, nagyon hasznos, hogy egy kicsit előbb kezdjük magát az eseményt, illetve annak előzményeit olvasni a Szentírásban. Szent Lukács írja le Jézusnak ezt a példabeszédét, amely Isten irgalma szeretetét és a bűnbánó ember hozzáfordulását tárja elénk. Szent Lukács nagy hangsúlyt helyez mindig a történeti keretre az üdvtörténet leírásánál, és itt tulajdonképpen három példabeszéd szorosan összetartozik nála, amelyet így vezet be. A vámosok és bűnösök mindnyájan oda mentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és írástudók azonban méltatlankodtak. Ez bűnösökkel áll szóba, és velük eszik. Ez a szituáció, ez a helyzet késztette Jézust arra, hogy válaszoljon. És három példabeszédet mondott válaszul. Így hangzik az első. Ekkor ezt a példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megye az elveszett után, amíg meg nem találja. Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Jézus itt rávilágít arra, hogy a Jóisten, a mennyei Atya minden gyermekét számon tartja. Mindenki fontos számára hozzá tartozik, hogy Jézus más alkalommal ezt úgy világította meg. A mennyei Atya fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. Itt az elveszett bárányra is úgy tekint, mint sajátjára. Ahogy a pásztor keresi, úgy a Jóisten is maga mellett akarja tudni minden gyermekét. Azt is, aki most még nem akar hozzátartozni, vagy talán szembefordul vele, ő nem mond le róla. És ahogy a pásztor örül a megtalált elveszett báránynak, a Jóisten, sőt, az Isten társaságában a szentek, az üdvösségben levők is együtt örülnek, mint ahogy itt a Földön a jó barátok együtt tudnak örülni egymás sikerének, örömének. A következő ugyanezt a gondolatot erősíti meg, ez a drachmáról, az elveszett pénzről szóló példabeszéd, vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e lámpát, nem söpri-e ki házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédait, és elmondja nekik, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, hasonló öröm lesz Isten angyalainak színe előtt egy megtérő bűnös miatt. Tehát ugyanaz a gondolat, a Jóisten senkiről nem mond le, mindenkit maga köré akar gyűjteni, minden ember üdvösségét akarja, válasz ez a farizeusoknak, írástudóknak, akik rossz szemmel nézték, hogy Jézus nyilvános bűnösökkel is szóba áll, és ővelük is együtt étkezik, nem taszítja el magától, őket is meg akarja nyerni. Most ezután következik a tékozló fiú példabeszédének a leírása, mert ez az egyik oldala az éremnek. Isten irgalmas, nyitott mindenki felé, mindenkit számon tart, mindenkit üdvözíteni akar. De hogy mindenki el is jusson az üdvösségre, válaszolni kell Istennek erre a szeretetére, irgalmára, az ember részéről is van tennivaló. Így hangzik a tékozló fiúról szóló példabeszéd. Aztán így szólt Jézus, egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának, apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat.
Szeretett volna jól lakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és azt mondta, apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, csak béreseit közé fogadj be. Föl is kelt, és elment apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. A fiú így szólt. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa azonban ezt mondta szolgáinak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Aztán hozzátok elő a hizlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a fiam meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott. Aztán elkezdtek vigadozni. Nagyon szépen alakult ez az esemény, ami olyan szomorúan indult, a tékozló fiú hátat fordít apjának, az örökséget eltékozolja, és nyomorúságában rádöbben, hogy milyen szeretet vette őt körül az atyai házba, és magába száll. De itt nem áll meg, hanem elhatározását tett követi, fölkelek és atyámhoz megyek. Nagyon sok minden végig gondolhatott, hogy hát bizony elég megszégyenítő lesz ez a visszamenetel, milyen hegykén jött el pénzzel a zsebében, milyen sokakkal találkozott, és talán milyen nagy reményeket fűzött a jövőjéhez. Most így lerongyolódva visszamenni és találkozni az emberekkel, és ki tudja, apja visszafogadja, egyáltalán befogadja, de vállalja ezt a kockázatot, elindul, és messze meghaladja a fogadtatás az ő reményeit, mert nem a béresei közé fogadja, hanem apai szeretettel fogadja, új ruhát ad rá, gyűrűt az ujjára, vendégséget ad, tehát nagy-nagy örömmel fogadja a hazatérő fiát. Ilyen a mennyei atya, aki mindig nyitott szeretettel van mindenki iránt, de hogy igazán be tudjuk az ő szeretetét fogadni, nekünk is hozzá kell fordulni, és nem azt nézi, hogy hol vagyunk, honnét indultunk, hanem a lényeg, hogy felé forduljunk, felé tartsunk, felé menjünk. Jézus ezzel bátorította azokat, akik már tudatában voltak, hogy ők, mint vámosok és bűnösök, megvetettek a tisztességes emberek körében, mégis ezek oda mentek, hogy hallgassák Jézust. Tehát keresték vele a kapcsolatot. Jézus bátorításul mondta nekik, és mondja mindazoknak, akik most talán még távol vannak az egyháztól, távol vannak Jézus Krisztustól, de a mennyei atya őket is várja, és ha készek fölkelni és elindulni, akkor az Isten irgalma szeretete, megbocsátó jósága örömet ad a szívükbe, és ez a találkozás létrejön. De van azért ennek a példabeszédnek a befejező részében egy kicsit zavaró momentum, egy zavaró mozzanat, a jó testvér viselkedése. Hogyan fogadja ő a hazatérő testvért? Így folytatja Jézus a példabeszédet. Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odahívott egyet a szolgák közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Az így válaszolt. Megjött az öcséd, és apád levágatta a hizlalt borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Lásd, hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szegtem parancsodat, és mégsem adtál nekem soha egy kecskét, hogy mulathassak a barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre költötte, levágattad a hizlalt borjút, ő azonban azt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De vigadozni és örvendezni kellett, mert ez a te öcséd meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott. Bizony,
annak, aki eltávolodott Istentől, vagy nem is tudott még közelébe jutni, nem mindig könnyű a vallásos hívő emberek közösségébe helyet foglalni, vagy helyet találni. A bűnbánatnak és a megtisztulásnak egyik folyamata ez is, hogy ezzel is szembe merünk nézni. Ez a tékozó fiú, aki hazament, biztos erre is gondolt, hogy a testvére is majd mit fog szólni, de mégis vette a bátorságot és hazament. És itt a hívő testvéreimet arra szeretném kérni, ahogy Jézus is erre kér, hogy az apa kimegy és kérleli a jó gyermekét, a hűséges gyermekét, hogy hát ne úgy nézzen rá, mint egy idegenre, mint egy tőle eltávolodottra, és egy kicsit gúny van ebben is, hogy ez a te fiad, nem azt mondja az öcsém, nem akar vele sorsközösséget vállalni, azzal, akit már az apa magához ölelt, és az apa tudatosan mondja, ez a te testvéred, ez a te öcséd, meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült, tehát neked is ugyanígy osztani kell ebben az örömben. Nagyon mélyen él egy történet a szívemben, még az előző plébánián történt az egyik családban, egy gyermektelen házaspár, a feleség szorgos templomba járó, a férj ugyan derék jó ember volt, de vasárnap együtt indultak el, de aztán ő a kocsmánál mindig megállt, pedig nem is olyan sokat kellett volna még menni, és a templomba érhetett volna, de hát ez így ment éveken, évtizedeken keresztül. És ez a férfi egyszer nagyon súlyos beteg lett, élet-halál között volt, meglátogattam a kórházba, és hát ő akkor nagyon fogadta, hogy ha Jóisten meggyógyítja, ő minden vasárnap részt fog venni a Szentmisén. Hála Istennek meggyógyult, örömmel készült is a legközelebbi vasárnapi Szentmisére, és valóban feleségével együtt jött a templomba, és hát a felesége szépen bement, hogyan szokás volt ott. A férfiak még a mise előtt egy kicsit szoktak beszélgetni a templom előtt, hát oda ment a férfi testvérekhez, ő nagy örömmel, hogy hát itt vagyok, én is most már a hívő templomba járó emberek sorába szeretnék beállni. Ezt ígértem a Jóistennek, és hát mindenkivel kezet fogott, és hát elég kicsit sután történt ez a fogadtatás, nem rossz indulattal, de mégis valahogy olyan gúnyosan hatott a megjegyzés, amikor az egyik férfi megszólalt, hát te Laci, nem tévedtél el? Hát máskor mindig a kocsmánál ugye leszokott parkolni, és hát viszont ez nagyon szíven érintette, és utána később elmondta nekem, hogy ha nem tette volna ezt a nagyon komoly fogadalmat, ha Jóisten meggyógyítja, hogy akkor minden vasárnap templomba megy, hát bizony sarkon fordult volna, mert ott a kocsmában olyan szívesen fogadták a barátai, a társai, itt meg várta, hogy majd milyen örömmel fogják fogadni, hogy ő is most már idejön, és egy kicsit olyan a meglepetésük, inkább kicsit olyan gúnyolódó, vagy hát fenntartásos volt. Hát erre nagyon törekednünk kell, hogy segítsük, szeressük azokat, akiket Isten már megérintett, és akik már szívük mélyén választottak erre, de keresik a keresztény közösségben is, templomi közösségben is a jó Istennel való rendszeres találkozást, együttlétet, és szeretnének ott beilleszkedni. Ne legyünk elutasítók, ne legyünk olyanok, mint a farizeusok és írástudók, akik rossz szemmel nézték, hogy jöttek Jézushoz a bűnösök és vámosok hallgatni őt, mert a szívükben ott volt valami vágy a megújulásra. Inkább segítsük mi is Jézus szeretetével, aki azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett, ezzel a lelkülettel, és a mennyei Atya befogadó, mindenkire szeretetet sugárzó szeretetével fogadni őket. És örvendezzünk Jézusnak ezen a tanításon, ezeken a példabeszédein, hogy nekünk ilyen irgalmas Atyánk van, aki mindig, minden körülmények között szeret minket, és közel akar tudni magához, válaszoljunk erre a szeretetre, forduljunk mindig feléje, és ha még talán távol vagyunk, induljunk el, és aki elindult, segítsük ezen az úton. Hiszen mi is szeretnénk a mennyei boldogság örömének részesei lenni, márpedig azt halljuk ezekben a példabeszédekben, hogy egy megtérő bűnösnek örülnek az angyalok, örülnek a szentek. Ha mi is örülni tudunk és segíteni tudjuk testvéreink megtérését és Istenhez jutását, akkor valóban azt mutatja, hogy jó felé haladunk, és mi is egykor a mennyei boldogságnak ezt az örömét velük együtt elnyerhetjük.
Isten igéjét olvasom Mózes 4. könyvéből, a 6. fejezet 23. versétől a 26. verséig a következőképp. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Az evangélikus Isten tiszteleten a rend szerint 3 alkalommal állunk fel, amikor Isten igéjét hallgatjuk, először az oltár előtti lekció során, a prédikációs alapige alkalmával, valamint akkor, amikor az ároni áldást osztja a lelki pásztor. Egy nagyon kedves ige hangzik nyár közepén, akkor, amikor sokan a vakációjukat töltik, vagy éppen szabadságra mentek, és nem utolsó sorban mások már meg is érkeztek arról, de gondolunk azokra az emberekre is, akik most töltik azt a fáradtságos időszakot, amikor a mindennapi kenyeret takarítják be, vagy éppen azon fáradoznak, hogy a mi időnk is azzal a békességgel, nyugalommal teljék, amelyet nyári időszaknak nevezünk. Enélkül az áldás nélkül nehéz lenne elindulni. Szegényebb, egyszerű lenne az életünk. Nagyon szeretem azt az igét, mert amikor a vasárnapi Isten tiszteleten megszólal, vagy éppen Isten tiszteleteken más lelki pásztorok ajkáról ez az ige elhangzik, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az élő Isten, akiről maga Mózes 4. könyve is beszél számunkra, az nem csupán csak olyan, aki nappal felhőoszlopban és éjszaka tűzoszlopban vezeti a népét, és csak hátulról láthatja meg bárki, hanem Jézus Krisztusban Isten mosolygós arca fordul felénk. Igen, a nyár valóban a vidámságról, az örömről, a kikapcsolódásról szól, a töltekezésről, arról, hogy ezt az időszakot mindenki a családjával, gyermekekkel, örömmel és kikapcsolódva töltekezve szeretné felhasználni és eltölteni. Amikor az Isten megszólal egy vasárnapi Isten tiszteleten az ő igéjén keresztül, az ároni áldáson keresztül is úgy hangzik felénk az ő drága szava, hogy nyilvánvalóvá teszi, Isten mosolygós arca feléd, felém is meg akar fordulni. Amikor az ároni áldás elhangzik, akkor annak a találkozásnak a drága lehetősége van előttünk, amely ebből az áldásból számunkra is nyilvánvalóvá válik. Fordíts feléd orcádat, Uram! Ez az arc, amely nagyon személyes tud lenni, ahogy az ember tekint a másik ember szemébe, ez az arc, ez a tekintet feltételezi, hogy kialakult egy bizalom, egy hit, amely benned bízik. Ennek az esélye, ennek a feltétlen esélye minden alkalommal ott van, amikor te megszólalsz közöttünk. Amen.